Hello, sziasztok, ez itt Kerberus. Először is szeretném megköszönni azoknak a kedves barátaimnak, akik úgy döntöttek, hogy a technika ördöge ellenében is egy kicsit problémás ám, de azt gondolom annál fontosabb tegnapi videómat meghallgatták. Adott esetben végig szenvedték a halhatatlan részeket végig tekerve. Úgyhogy ez így alakult a tegnapi nap, remélhetőleg ez a mai videó már sokkal jobban hallható lesz. Mindenképpen említettem, hogy elkészítem ezt a videót több okból. Egyrészt megígértem Atosnak, hogy Anubisról akkor fogunk egy pár szót ejteni, ezen kívül van kettő új hősünk, featured. A jelenlegi portálon ezen kívül sikerült felhúzni a maximális szintre a duplán breakelt. Immáron tudjátok, hogy 4 csillagos hősöket, akik mellett döntöttem, és az egy 3 csillagosat, úgyhogy fogjuk látni az attribútumaikat, illetve mit tudnak, mit sem. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Ugye Anubis, ezen kívül még úgy hiszem, hogy fog jönni egy hős mindenképpen, az a napos, szfinxes, 5-ös, szezon 5-ös hős, de jelen körülmények között így Anubis az utolsó. Egy közepes manatöltődésű hősről beszélünk, a Sorcerer családdal, és egy olyan képességgel, ami a Greed, a kapzsiság nevet viseli. Anubis közepes manatöltődés mellett rádobja valakire ezt a Greed kapzsiság képességét. Ez 3 köréig van azon az adott ellenfélen, és mit tesz lehetővé? Azt mondja, the enemies with greed prevent other enemies from receiving friendly effects of their allies' special skill. Igen, ez megint egy nem túl egyszerű, egy picit kacifántosabb képesség. Legegyszerűbb a példával szemlélem, vagy mondom el. Van egy ellenfél, 5 healerrel, például a kokáért, és akkor én a középső ellenfélre rádobom ezt a greed képességet, és mondjuk azt, hogy mindegyik ellenfél 10%-nyi életerőn van, mivel az összes ellenfél healer, ezért ugye, és mindegyik, tételezzük fel, hogy készül elsülni, akkor pikpak feléleszteni, felgyógyítaná az egész bagást 100% életerőre. Ám, de mivel, hogy valakin rajta van ez a greed, ez a kapzsiság képesség, ezért az összes gyógyulást csak az az egyetlen egy emberke, hős fogja magába mintegy integrálni, és a maradék 4 az marad azon a 10%-os HP-n. Ugye adja magát értelemszerűen a kapzsiság mindenféle pozitív jellegű képességet, gyógyítást, buffot, minyont, ezt, azt, ellop, magáévá tesz, és nem ad a többi szövetségesének. Úgyhogy nagyjából így lehetne leírni ezt a greed képességet. Ezen kívül Anubis minden ellenfélre kioszt 486-os mérgezést, és minden ellenfél defense csökken 3 kör erejéig 34%-kal. Ugye, hogy megéri, nem éri, a mechanika miatt én mindenképp természetesen húznám, egyébként jól meg szívatott, de hát ez volt ténylegesen az utolsó nagyobb pull, sőt, nálamnál biztos, úgyhogy nem dobta sem Atot, se Anubis, se Klopátát, se senkit. Cserébe jó sok pullom elment rájuk. Hogyha sikerült volna megszerezni őt, akkor húzom, talentelem, töröm, mindent is csinálok vele. Az első okom, indokom azért, mert Anubis. A második pedig, hogy egy nagyon egyedi mechanikával rendelkezik, én privát szeretem az ilyen egyedi mechanikákat, és hogyha az még hasznos is, nem akkor egetrengető dolog, mint amilyenre számítottam. Például a kokáért sokkal inkább azt gondolom, hogy Loki egy abszolút hasznosabb karakter, sőt, Lokit az egyik leghasznosabb karakternek gondolom a játékban, ezért nagyon-nagyon furcsáltam is, amikor megjelent Soul Exchange-en, de hát ez van. Szóval, ha azonban jól használod, és emiatt defense-be annyira nem is biztos, hogy raknám, hiszen ott ez random, hogy ki az az egy ember, akire rádobja a gridet, és lehet, hogy teljesen jó, nehezen
Egyrészt, hogy három körig tart, hát nem is tudom, 50-50, azért valószínűleg, hogy még így random, véletlenszerű elsütése esetén is tudsz belőle profitálni, hogyha defense-re rakod Anubiszt, de mégiscsak azért irányítva sokkal-sokkal erősebb ez a képesség, úgyhogy támadásra remek, vagy hogyha adott esetben még nem rendelkezik az ember, és pont Lila az, akiből vannak természetesen defense törők, de vagy nagyon problémás, például ugye a sokszorosan feltöltendő 4 csillagos Stüxi Lila hős van, aki tud ennél nagyobb defense downot, Kuncsen maga is mínusz 34-et, úgyhogy akár még Titánra is jó lehet, és hát szinergiaalkotó a defense törése miatt, úgyhogy teljesen rendben van karakter, nem egy akkor óriási durranás, mint amilyenre számítottam, de maga a mitológiája, maga az egész karizmája, maga az egyedi mechanikája részemről egy olyan karakterré teszi, amivel szívesen játszanék, vagy játszottam volna. No, ha már itt vagyunk, akkor az előző videóban is benne volt, de egy pár másodperces időablakot hagyok, hogy ebben a videóban is meglegyenek ezek az éter erők, illetve hogy melyek azok az 5-4-3 csillagos karakterek, akik rendelkeznek ezek az éter erőkkel, ha töritek őket duplán. Szóval ők lennének, jön a negyedik ábra, jaj, nem tudom, hogy előbb nem maradtak ki az alsók, szóval így, és ennyi. Itt pont ma gondolkodtam el azon, hogy Shrabir instant tauntja mennyire lehetne hasznos, akár még komolyabb ligákban 4-5 csillagos esetekben. Úgyhogy ő lett volna Anubis, most rátérünk a kettő új kosztümhősre. Ez a kettő új kosztüm pedig Zimkitta és Ares kosztüme. Nézzük Zimkitta mit tud, dispelleli az összes buffot az ellenfelekről. Na innentől kezdve, hogy ez egy gyors manutöltődésű hős, aki dispellel minden buffot, nagyon erős képesség. Alapból 180 sebzéstól, ami kevéske, de minden eltörölt, dispellelt buff után extra 15% sebzést, és így már tudhat tolni 360%-at. Ugye, hogyha mindenkin van egy buff az ellenfélnél, akkor ez 5x15, az 75%. Ha mindenkin van kettő darab buff, akkor az 150%, és ez már is ott tartunk, hogy 330%-os sebzés minden ellenfélre, úgyhogy előtte töröl minden buffot. Ez innentől kezdve rettentően beteg dolog. Másról szerintem nincs miről beszélni, hogy az Elemental Linky az tök szuper, kap kosztüm bónuszt egy keveset, alapvetően a Paladin Talent tankosabbá teszi, mint ez a sima druida, és hát nyilván óriási haszna Zimkitának, hogy a továbbiakban is ki tudod választani, hogy melyik fontosabb számodra, a cleanse a szövetségesekről, vagy a dispel az ellenfelekről. Úgyhogy egy erős kosztüm véleményem szerint, és hát azért sokaknak szerintem fel is van ő húzva, szóval csak egy kosztümnyit kell emelni rajta. Én nálam minden mai napig ráadásul talentelt, én imádom Zimkittát, és az egyik kedvenc havi hősöm ever. Szóval csak hát nem fogok érte pullolni, úgyhogy ez már privát probléma. És akkor itt van Ares, aki pedig Paladin talentből druida talentű lesz, vagy családú, egy eléggé érdekes kosztümmel, amúgy nem rossz ez a design. Ares pecsétje, a képességének neve, közepes manatöltődésű. Na és akkor mit tud az eredetihez képest? Azt mondja, hogy saját magának, Aresnek és a szomszédos szövetségeseknek plusz 45%-os támadást biztosít, garantál, és ez a támadás növekszik 5%-kal minden körben, úgyhogy azt jelenti, hogy 1-2-3 kör, és hopp, akkor 60% extra sebzés hármuknak, és ugyancsak három szövetségesnek, magának és szomszédainak 90%-os countert biztosít 4 kör erejéig, ez a counter attack pedig feltornázódik megint csak 120%-ig körönként, plusz 10% counter.
Ezen kívül ő neki és szövetségeseinek biztosít boosted életerő regenerációt 4 kör alatt, azaz neki és szomszédainak elkezd boostolódni az életereje, és összességében ez 672 boostolt életerőt jelent, úgyhogy, és akkor ugye az Elemental Linkről nem beszélve, ami az egyik legerősebb, hanem a legerősebb, nyugodtan mondhatjuk a 2017-es legősibb hősöknél. Úgyhogy ha ezt még össze tudod kombózni egyéb más 2017-es hősökkel, akkor egy eléggé beteg szinergiát kaphatsz. Általuk, és azt gondolom, hogy ezzel a kosztümmel árész is használható lesz, még önmagában is, hát Titánon egészen biztosan, de másutt is. Azért önmagában ez a boosted életerő, és még rá a Counter-Strike nagyon erős, az extra 60% támadás az megint csak eléggé kiemelkedő, úgyhogy teljesen rendben van árész kosztüm is. Ezek lettek volna a hősök és kosztümökről ejtett pár szó. No és akkor a tegnapi videó margójára így, hogy elindult a vég, most komolyan nem tudom, hogy ezt elmondtam a legelejével vagy sem, vagy csak magamban a videó elkészítése előtt, vagy hát fórumra mostan egész biztosan leírtam, elindult az akkontok árverezése és eladásának szándéka. Tudtok vásárolni magatoknak akkontot 900 euróért, 2500 euróért, eléggé beteg hősbázisú akkontokról beszélünk természetesen. Úgyhogy én privát véleményem az, hogy nagyon beszaladtak az erdőbe, a fejlesztők innen már nem igen látok visszautat. Többen visszajeleztétek, hogy megnéztétek a videót, amiért még egyszer hálás köszönet, és egyezik is a vélemény sokatokkal. Egyszerűen hosszú távban lenne csak érdemes gondolkodni, hogyha dupla ötös hősökről beszélgetünk, duplán brékelt ötös hősökről. Ez viszont már ki is szivárogtatták, hogyha ez így marad, akkor a jelenlegi állás szerint képzeljétek el, hogy egy Omega Questnél az eddigi bogyók mellé fogunk kapni egyetlen egy alfa étert. Úgyhogy nem is mondtam hülyeséget a tegnap, pedig csak tippeltem, de szó szerint azt jelenti, hogy potom 10 hónap, mire egyetlen egy ötcsillagos hős tudnátok brékelni, abban az esetben, ha máshonnan nem kaptok és nem vesztek bogyót. Még egyszer mondom, 10 hónap. Hogyha ez a hős azonban szezon 1-es dupla kosztümmel rendelkező, akkor ugye a kosztümök is még egy-egy étert jelentenek, és akkor kerek 12 hónapról beszélünk. Azaz ott tartunk, hogy 5 év múlva tudnátok, elvileg ma jön valamilyen quest, amivel lehet bogyókat szerezni, de én erről még sokat nem olvastam. Play for Fun kollega említette előbb a fórumon, de mindegy, ezzel most ne számoljunk. Szóval, hogyha így a tiszta, jelenleg tudható dolgokról beszélünk, akkor potom 5 évbe telne, mire a teljes defeteket felétereznétek. Ezt nem tudom, hogy ezt hogyan gondolják, hogyan képzelik. Ez olyan fokú őrület, hogy ez valami egészen abszurd, és nyilvánvalóan bele lehet már most futni olyan defenzekbe, ahol van egy-egy ilyen duplán brékelt öt csillagos, és ahogy a tegnapi videóban elmondtam, szóval ez nem igazán osz, nem szoroz, ezen nem fog múlni nagyon semmi, minimális esetben csak fog az eredményen változtatni, kontra még igazából károtokra is válhat, hogyha így elkezditek a defense hőseiteket limit breakelni, akkor erősebb ellenfeleket fogtok elvileg kapni warban is, háborúban, mint hogyha senki nem breakelne ötöst, és akkor elvileg megint, hogyha igazságos lenne a sorsolás, akkor nem is szabadna ilyen duplán breakelt embereket kapni. Cserébe azonban, hogyha 3 és 4 csiliseket breakeltek, akkor sok téren előnyhöz juthattok. Én nekem sikerült felhúznom nem raktam be az emberkéket. Na mindegy, nézzük most. Példának okán. És itt még van egy Cillianom. Szóval így néznek ki.
a duplán breakelt hősök. Marcel esetében az attribútum a 923 támadás, 861 def, 1808-as életerőpont. A Special Boost egy picit félreérthetően fogalmazott, nem növekszik körönként 30%-kal a sebzés, mint ahogy azt ugye egyéb karaktereknél a képességbéli Special Boost növekedés. Cillian Potom 901-es sebzés, 956, 1747. Béke esetében ezt láthattátok tegnap, 917, 1855. És ami igazán durva, itt van egy Kvasir, duplán brékelt Kvasir, ez simán leveri talán az összes szezon 1-es 5 csillagos hőst, talentek nélkül. 718-as pajzs és 1542-es életerő. Na most ehhez vegyük azt, hogy más, szóval van egy 29-es critical trúpotok, ami még odaadja azt az extra 15 meg 25%-os életerőt plusz pajzsot, hát ez egy abszolút 5 csillagos. Szóval a talent nélkül leveri így az 5 csillagosokat, és a picikét régebbi talentelt 4 csillagosokat is attribútumba egy ilyen duplán brékelt 3 csillagos hős. Úgyhogy így néz ki, nyilván így azért mérkőzést nem fogunk nyerni, de mégis én megpróbálkozok most egy ilyen őrülettel, hát ha éppen szerencsénk van, vagy szerencsénk lenne. Kit rakunk ide? Cillian szeretnénk. Nem jó, Kvasirt azért kivesszük, és mondjuk még ide rakjuk Krampuszt. Még egy kis változtatás, így szeretném. Na, szóval, hogyha más nem, akkor tudjuk megnézni. Jaj, pont kupidótan kellem, megyek így, ez nem túl okos. Látjátok, hogy ugye aktivizálódnak a képességek, itt van a plusz 30% Special Attack Boost, itt van BK-nak a Rage-je, és itt van Cilliannak a plusz 20% támadása, ezek ugye aktivizálódtak az éterek által. Nem pont Cupido ellen kellett volna bemenni, és akkor még talán esély is lett volna. De mindegy, látni fogjuk legalábbis azt, megnézzük Cupido kiket fog. Na nézzenek oda! Nem áll, hogy pont. Hány körig tart? Még kettő. Ja, na itt is ez a dolog, ami miatt ugye említettem, hogy mennyire jó már Marcel. Így a körök alatt ő is kapta Cupido képességét, de ő önmagát így helyesen klenzelte, úgyhogy teljesen rendben van. És az a probléma, hogy most fogunk meghalni. De nem baj, azért toljuk. Egy kis heal, és akkor mindjárt bemegyünk egy másik ellenfél ellen, ami nem ilyen lehetőleg top kategóriás, mert így felcsaptak, dupla limit breakelt 5 csillagos nélkül felcsaptak top 20-ra, haha, pedig milyen noob vagyok, nem tudok játszani, hogy nem breakeltem az 5 csillagosokat. Így, bemegyünk egy kicsikét szerényebb def team ellen, aztán szerencsét próbálunk itt.
Nézzük meg, hogy... Na, azért az is, ez is már milyen durva. Nézzétek a Team Power-t. Az Team Power-em, amelyikben van 4 darab 4 csillagos hős, az 5038-as, míg egy 5 csillagos, ha nem full talentelt, de hát akkor is 5 csillagos def, ahol van 2 limit breakelt, annak ereje 4793-as. Azért nem semmi. Azért ez nem semmi. Láttátok ezt a kageburádó sebzést Cillianon? 4 csillagos a tag. Itt körülbelül az is látszik, hogy mire mondjuk ilyen közepes mana töltődésű hősöket fel tudtok tölteni, addig így ezek az extrák, ezek a bónuszok majd, hogy nem le is járnak. Még van 2 kör. Nem növekedik, van 2 kör. Sebzést is pont nem figyeltem, de ugye vissza lehet tekerni, nézni, hogy mennyit sebzett 2 hős, azaz Marcel és Bogart egymás után. És mindjárt megnézzük Fridán, azaz sebzem Marcellel, nincs rajta semmilyen atak, 428-as sebzést, és ezt követően még tolok rá egy bogártot. Ugye ott van a 34-es defense down, és még ő is egy 602-t sebzett ezen, úgy, hogy a paladin buffja aktiválódva volt Fridának. Úgyhogy én azt gondolom tényleg, ahogy a tegnapi címben végül is megosztottam, innentől kezdődhet az örömjáték. Olyan szintű káosz és entrópia, ami elindult ezzel a dupla break-kel, a játék történetében még nem volt, és azt gondolom, gyanítom, hogy nem is lesz, lesz nagyjából így kicsinálja, kicsinált a játékot. Nem hiszem, hogy ezt már ki tudják hozni bárhogyan is pozitívan. Úgyhogy amíg még tudjuk, addig játszunk, most már... Ezt tegnap kifejtettem, én nálam mindig prioritás volt az event és a torna, és emiatt sokkal inkább erre fókuszálok, úgyhogy tényleg a 4 csillagosok, a 3 csillagosok dupla törése véleményem szerint sokkal bölcsebb, okosabb, ott akkor mind a 3, mind a 4 csillagos tornákon is tudhatsz remekelni, illetve nem fogod elveszíteni az előnyödet az eventeken sem, míg nem, vagy ezzel szemben persze fel lehet húzni egy 5 csillagos duplán brékelve, de igazából legtöbb esetben én úgy vélem, hogy ezzel ezáltal magunkat szivatnánk meg. Ha ez lett volna a mai videó, jó döntést kívánok mindenkinek, élvezzétek a játékot, és akkor találkozunk hamarosan. Sziasztok!